Agrárkamara meghirdette a nagykunság legfinomabb Ferdinándjának a sütőversenyét. Elmondhatom, hogy több mint 40-en neveztek. Kunhegyestől Turkevéig érkeznek a Ferdinándok, és Huba Imre Csaba azt szerette volna elérni ezzel a versennyel, hogy megismerik azokon a településeken is ezt a Ferdinándot, amely elsősorban Karcag jellegzetes süteménye. Itt lehet majd a képeken is látni, hogy sokféle Ferdinánd érkezett, a technika az nagyjából ugyanaz, de az ízesítésben azért vannak eltérések. El tudom azt is mondani, hogy a legfiatalabb nevezőnk egy 9 éves karcagi kislány volt, a legidősebb egy 93 éves karcagi néni, és el tudom mondani, hogy ennek a hagyományőrzésnek, amit a gazdakör kitűzött, már megvan az eredménye, hiszen olyan fiatalok is bekapcsolódtak, akik először sütöttek a nagyszülőkkel otthon Ferdinándot, és megfogalmazták, hogy szeretnék folytatni ezt a hagyományt. Természetesen a zsűri nem tudja, hogy melyiket kisütötte, hiszen a lányok egy sorszámot adnak mindenkinek, és mi a sorszám alapján fogunk értékelni. A zsűri társaim Szűcs Júli tanárnő, a Szent Anna Református gimnáziumból, és Szokkóné Balta Éva, akit nemrég kitüntetek, mint gazdasszonyt, kiváló gazdasszonyként, ők fognak nekem segíteni a zsűrizésben. Reméljük, hogy lesz folytatása ennek a Ferdinánd sütő versenynek, és reméljük, hogy minél többen megkóstolják és megpróbálják ezt a finom karcagi süteményt.